aki a programozás terén rövid idő alatt képes gyors döntéseket hozni, össze tud rakni olyan szerkezetet, amely alkalmas különböző feladatok végrehajtására, az már is a csapatban találhatja magát. A LEGO Mindstorm EVE 3-as készlettel jár egy alkalmazói szoftver, amely tömbök összerakásából tud nagyon-nagyon bonyolult programok előállítására. Ezen kívül komoly programnyelvek is rendelkezésre állnak. Mi az alap alkalmazói szoftverrel dolgoztunk, hiszen ennek az elsajátításához a legkevesebb idő szükséges, és talán a legproduktívabb, tehát a legkönnyebben lehet eredményt elérni vele. A tanulók egy okosvárost terveztek, melyben a LEGO robot a kiégett izzók cseréjét hajtja végre. De hogy hogyan is néz ki ez a robot? Főképp ez az agya, amit a robotot be kell programozni, és ezt tudja meghajtani az egészet. Nekünk található 2 motor, amely a keréknek a meghajtására szolgál, illetve van egy középső motorunk, ami a karnak a mozgását biztosítja. Ez a LEGO Mindstorm EVE 3-as agy, amelyet én szoktam beprogramozni, és van rajta egy USB csatlakozó, amelyen rá tudom tenni a programot. A robot a kiinduló pontból el kell induljon, és ha neki megy egy akadálynak, az -15 pont, és ha nagyon jól berakja az izzót a helyére, az 25 pontot ér, és a miénk az teljesítette ezt a 25 pontot. A tanulók, mint elmondták, izgulnak a világversenyen való részvétel miatt, ahol több mint 3000 versenyző közül kerülnek ki a legjobbak.